Egy kamion sofőrjét igazoltatják a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a közelmúltban. Ekkor még a jogosítvány és a forgalmi engedély hiánya jogsértésnek számított. A 2023. január 1-jétől hatályba lépett rendelet értelmében azonban a Magyarország területén történő járművezetéshez a sofőrnek a magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányát nem szükséges magánál tartania. Ugyanez vonatkozik a forgalmi engedélyre is, amennyiben a gépjármű már szerepel a digitális nyilvántartásban. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint a digitalizáció számos előnnyel jár a közúti ellenőrzések során is. Azt gondolom, hogy fokozatosan nálunk is teret hódít az elektronikus ügyintézés, a digitalizáció, és ez tulajdonképpen nagyon jó, hogy ez eléri a egyre magasabb szinten a hatóságokat is, és egyre kevesebb okiratot kell magunknál tartani, hiszen azért nyugati országokban ez már régóta így van, Észtországban már teljesen átálltak az elektronikus ügyintézésre, és az, hogy most már olyan nyilvántartási rendszerek vannak, ahol automatikusan mondjuk a rendőr le tudja ellenőrizni, hogy érvényes-e a jogosítványunk és a forgalmunk, ez szerintem mindenképpen egy előrelépés. A szakember hangsúlyozta, a személyi igazolványt továbbra is magunknál kell tartani, illetve egy esetleges baleset során az érintettek kötelesek egymásnak bemutatni a szükséges kárbejelentési okmányokat. Ezért nem árt, ha a telefonunkban van fotó a saját okmányainkról. A pontos adatok hiányában a kárrendezés menete ugyanis kellemetlenül elhúzódhat. Lambert Gábor szerint fokozattan kell ügyelni a frissen vásárolt használt autók biztosítási fedezetére. A frissen vásárolt használt járművek biztosítási fedezete nem minden esetben jelenik meg azon a nyilvántartó rendszerekben. Tehát ezekre oda kell figyelni, és ezért is hívjuk fel a figyelmet arra, hogyha egy baleset részesei vagyunk, főleg károsultjai vagyunk, akkor a kárrendezési eljárás akkor lehet a leggyorsabb, hogyha a beküldött kárbejelentőben a valós adatok kerülnek be. Uh-huh. Ezt eddig segítette az, hogy egymásnak be kellett mutatni ugye a forgalmit, meg a személyi igazolványt továbbra is magunknál kell tartani, de mindenképpen érdemes arra odafigyelni, hogy a kárbejelentőben a valós adatok kerüljenek be. Lambert Gábor azt mondta, az utóbbi évek fontos újítása volt, hogy a kárbejelentést már nem csak papír alapon, de akár telefonos applikáción keresztül is el lehet végezni. Az úgynevezett e-kárbejelentőt akár a baleset helyszínén is le lehet tölteni a mobiltelefonra. Az applikáció vagy épp a webes felület végigvezeti a felhasználót a kárbejelentés folyamatán, és segít abban, hogy ne kerüljenek be érvénytelen adatok a kárbejelentőbe.